Megérkezett a hajnali járat is, megjöttünk Pestre, elhoztuk a utolsó három cilukát, azt beraktuk a boxba, ő volt beteg szegényként két napig, a sárga 114-es még nem futott. A másik kettő ma ott van hátul, amit nem láttam, de azokat tegnap hoztuk, és a másik kettőt, amit most hoztunk, azt beraktuk a boxba, egyenlőre ebbe a pillanatba érkeztünk meg. Láttam, hogy üres a padikunk, úgyhogy gyorsan ki is dobtam a cilut. És akkor már csak, hát vagy a három, hát még mindig négy lesz majd a padikba, kettő-kettő, ja. Kettő-kettő. Három kim van, igen, és akkor még kettő. Jó van, kicikém. Hát igen, ő nem nagyon evett, kicsit össze is zuhant. Doki bácsink jött, Szabó doktor úr, és az pillanatok alatt helyrehozta, úgyhogy már ez volt délután, este, amikor probléma jelentkezett, és másnap 11 óra fele már mondhattuk, hogy tip-top, de ilyenkor az ember azért félték, kicsit össze is zuhant. Na most ismerkedik a alagi környezette, végre itt vagyunk, egy hetet benn voltunk, Pesten velük szegénykéimmel, ugye ilyen fél karanténba. Megjöttek az eredmények, tegnap negatív, úgyhogy hurrá, hurrá, többiek lovagolnak kin, én meg most megjöttem a kocsival, úgyhogy ennyi egyenlőre.